Három éves pályázat ért a végéhez, melyet az ECHO Innovációs Műhely és az Óbudai Egyetem szervezett közösen a partneriskolákból érkező pedagógusoknak. Ennek egyik célja az volt, hogy a tanárok és diákok körében népszerűsítsék a természettudományos tárgyakat, és jobban megismerjék az innovatív technológiákat. Azt halljuk és azt látjuk, hogy a természettudományokat oktató tanárok egyre kevesebben vannak, egyre kevesebb végzős diák választja fizika, kémia, vagy egyéb természettudományos tárgyak oktatását, és dolgozunk azon is, kormányzati szinten folyik a gondolkozás, hogy hogyan lehetne a természettudományok oktatását korszerűsíteni, és hogyan lehetne több diákot vonzani erre a pályára. Az élménypedagógiai programok módszerek a Titkok házában című képzés erre nyújtott lehetőséget a tanároknak. Többek között számos érdekességet tanulhattak, például a csillagászati megfigyelések, a mehatronika világa, vagy éppen a szabaduló szoba működtetése témakörben. Középiskolai és általános iskolai tanárokat képezünk ki arra, hogy a Titkok házában oktatott tárgyakat, a robotikát, a 3D nyomtatót, a drónok használatát átadjuk, és a fizika meg a kémiához tartozó egyéb kompetenciákat. Ennek a képzésnek a keretében elsajátítják a tanárok azokat a módszereket, eszközöket, amit be tudnak építeni a minden napi oktatás során. A sikerességet mutatja, hogy a projekt indulása óta 32 általános és középiskola több ezer diákja vett részt a különböző programokon. A hallgatói létszámot ismerve számszerűsíthető a 12 ezer hallgató, tehát az nem kevés, amelyik részt vett ebbe a programba, és ennek a fenntartása is most kezdődik, és azt gondolom, hogy ugyanilyen siker valószínűsíthető a jövőben is. A képzés végén tanúsítványt és ajándékcsomagot kaptak az iskolák 100 ezer forint értékben, annak érdekében, hogy az egyes tématerületek élményszerű megértését lehetővé tegyék a diákok számára.